Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A Fidesz 2009-ben azt hangoztatta, hogy a szocialisták a rossz költségvetés oltárán feláldozták az egészségügyet, a csőd szélére sodorták az ellátást, emiatt a várólisták napról napra nőttek, és műtétek maradtak el. Nos, ez így is volt. Sajnos. Tény is való, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzása idején kórházakat zártak be és bevezették a vizitdíjat, de az egészségügyi rendszere gyakorlatilag a rendszerváltás óta alulfinanszírozott, ami ellen az elmúlt 14 évben maga a kormány sem tett semmit. A kórházak adósságát nem sikerült felszámolni, látjuk, hogy folyamatosan csak emelkedik, és ez csak a jéghegy csúcsa. A magánegészségügy elszívó hatása miatt a Covid óta 20 ezer orvos, illetve ápoló hagyta el a közellátást. A magyar orvosok több mint 40%-a 10 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt. 130 ezer egészségügyi dolgozó van hazánkban, ami a 90-es évekhez képest 30 ezer fővel kevesebbet jelent. A helyzetet fokozza, hogy közelgő nyugdíjazás miatt akár további 15 ezer ápoló is távozhat a rendszerből. A szakember hiány következtében idén már több mint 100 kórházi osztály, illetve részleg kényszerű szüneteltetéséről kellett dönteni, megfelelő ellátásért akár 130 kilométert is kell utazniuk a betegeknek. A pénz és létszám hiánnyal is összefügg, hogy az évente elvégzett 200 ezer műtét mellett 41.500 beteg vár beavatkozásra, közülük 23.400 beteg több mint 60 napja szerepel a várólistán. Szakértői vélemények szerint az új járóbeteg irányítási rendszer bevezetése csak rontani fog a helyzeten, mert az eddigi napi 30 beteg helyett csak 10 beteget enged majd előjegyezni a rendszer, ami a várakozási időt biztosan tovább fogja növelni. Tisztelt országgyűlés! Az új ügyeleti rendszer csak papíron működik rendesen. Az országos kórházi főigazgatóság is elismerte, hogy bevezetése óta a kórházak sürgősségi osztályán megnőtt a betegforgalom. Mivel gyermekügyelet csak a vármegyei kórházakban működik, így a szülők szintén a kórházak sürgősségi osztályára viszik a gyermekeiket. Mindeközben az egészségügy egyre inkább csak ketté szakad, az állami egészségügy egyre inkább szegény ellátássá alakul át, a tehetősebbek pedig a megerősödő magánegészségügyet veszik igénybe. A magánegészségügyi szolgáltatás piaca a Covid óta gyakorlatilag megduplázódott, az egészségügy üzletté vált Magyarországon, nem hiába szállt bele Csányi Sándor után Mészáros Lőrinc is a magánegészségügybe. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogyan tervezi megakadályozni a kormány az állami egészségügy összeomlását, honnan fogják pótolni a nyugdíjba vonulási hullám miatt fokozódó létszámhiányt, készülnek-e a választások után kórházbezárásokra és szakrendelők államosítására? Kérem megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Elég sok szóbeszéd alapú rész volt a felszólásában, tisztelt képviselő, igyekszem majd ezeket helyreigazítani. Nézzük a nagy számokat az egészségügy kapcsán. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor 1198 milliárd forintot fordítottunk egészségügyre. Ezt nagyon nagy mértékben növeltük az elmúlt években. Most 3225 milliárd forintot fordítunk erre. Tehát a 1198-hoz jött még 2027 milliárd, és így lett 3227 milliárd forint, több mint 170%-kal, közel háromszorosra, jóval több mint 2,5-szeresére növeltük az egészségügyre fordítható forrásokat. Ezeknek egy jó része béremelésekre ment. Először az orvosok béremelése zajlott le. Az az orvos, aki pálya kezdetén volt, az 2010-ben 129 ezer forintot keresett. Most ugyanígy egy pályakezdő orvos 687 ezer forintot keres. Akkor a pályának nem az elején, hanem a végén levő orvos ezzel a 129 ezer forinttal szemben 262 ezer forintot keresett. Ezzel szemben most nem 262 ezer forintot keres, nem is a kétszeresét, meg nem is mondjuk 1 millió forintot, meg nem is 2 millió forintot, hanem 262 ezer forint helyett 2 millió 380 ezer forintot keres. Ez egy óriási előrelépés. Fontos volt az ápolóknak is a béremelése. Idén március 1-től volt egy 20%-os, tavaly júliustól pedig egy 18%-os emelés. Akinek az átlagos keresete 2010-ben 170 ezer forint volt ápolóként, annak most közel 800 ezer forint a fizetése. Ez volt az egyik fontos lépés a béreknek a megemelése. Olyanokról beszélt a tisztelt képviselő, hogy 20 ezer ember távozott az orvosok közül, hát ez meg aztán végképp nem az, hogy a valótlanság, hanem a teljes tájékozatlansága a területen, hiszen valóban volt olyan időszak, amikor csökkent az orvosoknak a száma,
ez a szocialista kormányzásnak volt az időszaka, amikor a korábbi magasabb orvosszámhoz képest 2010-re 3000 fővel 33.943-ra csökkent az orvosoknak a száma 2002-höz képest. Ekkor valóban csökkent. Azóta viszont nőtt, jóval többet nőtt, mint amennyi a szocialista időszakban csökkent, és 40.000 fő környékére nőtt. Tehát akkor, amikor 34.000-ről 40.000 főre nő az orvosok száma, tehát 6.000-rel több orvos lesz, arra az időszakra mondja ön, hogy 20.000 orvos távozott. Úgyhogy összességében van 40.000 orvos, sőt a szocialista kormányzás idején csak 34.000 orvos volt Magyarországon. Tehát hála Istennek itt is növekedésről beszéltünk. Az új járóbeteg irányítási rendszerre több beteget lehet ellátni, tisztelt képviselő, mert nem a rendszer enged valahány embert fölvenni, hanem maga az orvos beállítja, hogy hány percenként fogja a betegeket fogadni. Semmifajta külső kényszer nincsen, nem tudom, minek alapján beszél erről. Sürgősségi osztályok és az ügyelet viszonya. Pontosan azért tettük a sürgősségi osztályok mellé sokszor az ügyeletet, hogy akik a sürgősségi osztályra mennek be, de igazából nincs sürgősségi ellátásra szükségük, hanem sima, akár ügyeleti ellátásban is részesíthetők, azok ne várjanak ott 4-5 órát, ameddig a valóban sürgős betegeket, akiknek vérzése van, romlik az egész állapot, és gyorsan el kell őket látni, hogy akkor addig ellátják gyorsan azokat, akiknek valódi sürgősségi beavatkozásra van szüksége, és akinek nincsen sürgősségi beavatkozásra szüksége, az ottani ügyelet, a sürgősségi osztály mellett levő ügyeleten el tudják látni, és nem 3-4 óra múlva, amíg jönnek a sürgősségi betegek, hanem rögtön fél órán belül ellátható. És ha megnézi ön is az országos számait, hogy most már április 25-ig 543.000 beteget látott el az új ügyeleti rendszer, és ezt összeveti azzal a számmal, hogy hány ügyeleti óra volt eddig folyamatosan a vármegyékből hónapról hónapra egyre több vármegyében, akkor azt láthatja, hogy körülbelül egy óra alatt egy orvosnak egy beteget kell ellátni. Ez szintén nem a várakozás és a tumultusnak az időszaka. Azt kérem öntől, hogy ezeket a változásokat ön is támogassa. Köszönöm szépen. Szépen a szót, elnök úr. Nem fogadom el államtitkár úr válaszát. Többek között azért sem, mert a valóság teljesen más azzal szemben, amit ön elmondott. És ha már a béremeléssel válaszolt, akkor hadd mondjam el, hogy az ápolók nem kapták meg az idén beígért béremelésüket rendesen. A kormányzati kommunikáció szerint az ápolók alapbére márciustól átlagosan 20%-kal nőtt. Ehelyett azonban sokan csak 13-14% többletet kaptak, mivel a korábbi pótlékok többsége beépült az alapbérbe, máshol pedig a pluszmunkáért járó díjazást csökkentették. Az emelés előtt az ápolók átlagbére, nézzük a számot, bruttó 460.000 forint volt, 92.000 forint emelés járt volna. Ehelyett sokaknál 50-60.000 forinttal nőtt csak a bér, ami meg sem közelíti a sajtóban hangoztatott 800.000 forintot. Sok nővér még most is másodállást kell, hogy vállaljon, hogy meg tudjon élni. Vezényléssel fenyegetik őket, miközben az adómentesen adható 30 forint per kilométer helyett továbbra is csak 15 forint kilométer munkába járási költségtérítésben részesülnek. Ez szomorú valóság, tisztelt államtitkár úr.